Na halipapi, hogy szevasztok gyerekek, üdv a csatornák, hiperjelentkezik a következő részével ennek a csodálatos gameplay sorozatnak, ami nem más, mint a Teardown. Azt hiszem, hogy a Teardown. TV-ben mi megyünk megint valószínűleg, de arra gondoltam, hogy akkor a küldetésre kellene már menni. Én azt mondom, hogy ezt a heavy liftinget ugye megcsináltuk, és igazából ugye tök jó, mert visszatérhetsz akármikor ezeket a küldetéseket ugyanúgy megcsináltad, de egyébként ez nem volt más, mint egy ilyen side mission. Csináljuk meg ezt a GPS dolgot, és akkor valószínűleg, hogy tovább tudnám vinni, tovább tudnánk vinni a kampány részt, és akkor hát végig valószínűleg új helyszínekre mennék, meg ilyesmi, erre gondoltak éppen. Na. Viszont úgy látom, hogy nem megyünk új helyszínre, GPS device-okat kell elvileg ellopni. Jó, oké. És megpróbáljuk azt, hogy megnézzük, hogy miket, hogy tudjuk megoldani a helyszíneket, és megpróbálunk a primary dolgokra rávenni. Oké, gyerekek? Nyomjunk egy tabot, nézzük meg, hogy igazából milyen lehetőségek vannak. Itt vannak. Ugye a secondary targeteket, azokat mindig izébe jelzi. Fehérrel a primary-ket, azokat meg... Ez mi ez? Ez egy computer, oké? Okay? Kell egy boat trailer, van egy GPS, és van egy... A halászhajón, a nagy halászhajón van egy GPS elvileg, amiket el kell lopni. Na menjünk, elvileg azon a helyen van egy. Itt is meg kellene tervezni ugye az útvonalat, hogy egyébként, hogyha lehet, akkor megcsináljuk természetesen a secondary targeteket is, mert miért ne, de nézzük először meg, hogy tudjuk megoldani helyszínt. Gyorsan. Már egyébként ismerjük ezeket a helyszíneket, az valamilyen szinten jó is, vagy valamilyen szinten nem is jó, mert annyira, nem is annyira örülök neki. Merre kell menni? Pont mögöttem van. Hát, fel a lépcsőn biztos. És én valami GPS egységet kell keresni, gyerekek. Hol van, gyerekek? Merre? Aha, előttem, akkor ebben a helyiségben lesz. Oké. Okay. Aha! Itt kell, ezt a targetet kell fölvenni. A komputer kell logfájlokkal. Ez eddig nekünk jó. Oké, okay. Várjál? Mit kell? Ez ide van ködve, ez nem tudok vele mit csinálni. Úgyhogy egyelőre ez akkor marad. Várj, itt kimegyek. Úgy. És akkor hol van még nekünk olyan, amit kell csinálni? Ugye kellene nekünk, a hajó nem van valami. Vigyünk el egy valami motorcsónakot. És menjünk el, nézzük meg ezt a hajót. Ez a nagy hajó elvileg, amelyik itt van, tudjátok, ez a hát halászhajónak nevezni itt a... A köznyelv, az mi az? Ott is egy motorcsó? Ja nem, az nem motorcsó, neked egy ilyen mauló akar lenni. Oké. Okay. Na, srácok. Itt megint valahogy fel kell jutnom erre a hajóra, amit alapjáraton rüjellek. Megvárjál már? Ez a hajó most úgy látom, hogy ki van ködve. Ez mi ez a nagy ketrec? Nem jön ebbe ketrecbe? Semmi? Ez mi? Ez akármi is volt, összetörtem. Ja, itt ki van ködve ez a hajó. Ezt hogy tudom nem kikötni, bármint érted? Ez micsoda? Targonca, pici targonca, ugye van nagy targonca. Fish, lol. Jó, a járműveket egyelőre ne tegyük tönkre. Mert lehet, hogy még szükség lesz rá. Úgyhogy ezeket így valahogy megoldjuk, hogy ezeket így félrejárok. Megpróbálom ezeket a pilléreket kitörni ezzel a géppel, ez elég jó kondiba van, hogy el tudjak menni a hajóval. Mert hogyha a hajón van valamilyen egység, akkor ugye azzal tudok mozogni, az egy jó dolog lenne. Oké, okay. Ez ki is sikerült törni, megyünk a másikhoz. Ezzel a járművel arra kell figyelni, hogy ezzel a tolólappal elég durván tudok működni. Csak a izét ne tegyem tönkre a többi részét. Jó. Oké, ez megvan. A hajóra valahogy be kéne jutnom. Várjál, azt hogy tudnám megoldani? Ott volt egy ilyen kis szerkezet.
Megmillan gyerekek, pillanat. Itt nem kell semmit működnöm? Ez mi? Ja, az egy ilyen kémény. Jó, itt úgy látom, nem kell semmit működnöm. Ezzel gondoltam, hogy talán ezt elhozom. És ezzel a hajóra oda tudnék jutni. Csak hát nem tudom, hogy tudok ezzel átjutni bárhol is. Húha! Van ez a... Jújjúj! Nem kell összetörni ezt a karmantyúját. Várj, ez ki lehet nyitni ezt az ajtót? Ha, ezek kiférek? Valószínűleg nem, mi? Hú, ez be is tevődik. Ajjajjajjajjaj. Várjál, akkor valahogy máshogy kéne megoldanunk. Kell, át kell jutnom a izével. Ezzel a szarral. Nem, ugye nem tudsz bejutni ebbe a szaros hajóba. Ez ugye tök idegesítő, hát csak ott a sarkom. Várjál már. Innen? Azt mondjátok? Ah, ne hülye vagyok, én meg itt küzdöttem mindig. Na ugye ezt a targetet föl tudom majd be... Figyelj, lehet menni a hajónak az aljába is. Mi van itt? Azt hittem WC. Oh, petyár! Be van folyva a víz, gyerekek. De jó! Ezt nem is tudtam. Oh. Lubrication, valami csoda. Valami olaj volt. Kicsit be van folyva a víz. Ezeket a... tárgyakat ugye nem nagyon keresgetem. De hát jó, nem baj. Szerintem fogok egyet mindjárt venteni. Ez egyszer jó nekem. Ezt elvisszük oda. Mi a szar? Áh! Ki van ködve itt is, gyerekek? Ki van ködve, hallod? Visszarántott. Hol volt? Hol van kiködve? Ott van kiködve, bazzeg. Várjátok? Mindjárt. Hát, hogyha tudnék célozni. Hú, a francessel bele, gyerekek. Viszed el. Na? Jó, meg van oldva a kikötés. Basszus, ki volt körül? Jaj, nem, már megint ez a hajóba megszivattam magam, nem tudok beleugrani most meg. Ne! Ne! Ne, mondd, hogy megszivattad magad, Keeper, hallod? Megőrülsz. Ah, itt valahol. Ne! Nem, ez egyszerűen nem tudsz belevenni. Kötélen nem tudunk felmenni, vagy valami csoda? Lövök rá egy lukat, vagy valami, az engem fájdalmas lesz. Ez jó, eddig. Hát ezért kellenek ezek az eszközök, ugye? Mert ezt pénzért tudod megvenni. Jó, hát lőttem rá egy lukat. Elsüllyedni valószínű nem fog. Jaj, jó. Na menjünk. Hol van a lyuk rajt? Ott van, figyelj. Jaj, nem, Molo! Molo! El kellene menni a járművemhez, és akkor úgy csinálnám, ugye ezt az autó, vagy ezt a járművet oda járnék vele, és akkor kapásból letépném majd róla azt a jeladót, és én ugye be tudok ugrani akkor az autómba kapásbi. Ezt föl kéne ezt a hidat emelni, csak valahogy úgy kéne ideállni, hogy be tudja ki. Most már vagyunk, be tudok jönni, szóval nem megy gond. Álljunk meg itt jó közel. Oké, gyerekek. Szóval hidat fölemelem egyenlőre. Az az. Ah, már egyébként egész jól mennek a dolgok. És akkor ezzel jó közel ideállok. De valahogy úgy kéne ideállni, hogy bele is tudjak ugrani. Hogyha úgy van. Vágott csótány. Úgyhogy ezt lehet, hogy így megpróbálok rátolatni. Még hogyha kicsit össze is törik a hátulja. Nem is kell összetörni, de össze is törhette. Na, srácok, ez így tök jó helyen lenne, de... Szerintem ez így jó. A lényeg, bele tudok ugrani, meg ki tudok ugrani belőle. És akkor ezt a kütyűt, ezt ugye föl tudom venni. Eddig jó vagyunk. Ez viszont lecsukhatom vissza. Mert hajóval már valószínűleg nem fogok erre jönni. Ugye?
Igen, értettük. Akkor nyomunk egy quick save-et. El kellene menni a másikért, ami mozgatható, amit itt láttam, van itt egy ilyen csaunak. Mondjuk akkor nem erre kéne jönnöm. Jó, van gyerekek, alakul ez. Menjünk ezzel a targoncával. Legalábbis csak azért, hogy gyorsan oda jussak. Ó, várja már. El van foglalva az út, de ott van egy izé, ott volt egy jeep is, vagy valami olyasmi. Ez az ilyen kinyíló kapu? Nem, ám kinyílott, megoldotta a képer, jó van. Szóval így felszúrtuk magunkra. Na, hol van az a... Ott van az a hajó, jó. Ott van az a hajó, jó. Ez a félre kéne állnom ezzel a targoncával. Oké, ez jó hely. Egyébként ide írtátok, hogy ez voxel, ezek nem pixelek, hanem voxel. Úgy nevezik ezeket az eszközöket. Na, itt van egy, a Ford F-150. És ugye ezt is meg tudnám úgy csinálni, hogy oda el tudom vinni. És akkor ott kapom le, jaj, szét ne törjem, bazza. Ott kapnám le róla a GPS device-t. Úristen, ez hogy megy ez a gép, gyerekek? Ja, csak biztos törik könnyen. Ez nagyon durván megy egyébként, figyelj. És rendesen csúszik. Oké, akkor ez így jó nekünk. Ezt itt le tudom kapni. Akkor kettő dolog már megvan. Ez így jó. Oké. Okay. Szuper. Nézzük akkor, mi kell még. Ugye... Itt van valami, meg ott van egy valami. Ez milyen? Hajó van? Az is, ha hajó van, akkor nagyon nagy mázling van. Várjál, hol van az? Az valahol ott szemben. Jó. Akkor elballagok oda. Ezt megnézem, azon a hajón vagy valamelyiken van. Ez így jó is lesz. Gyerekek, ezt meg tudom maxra csinálni. Én azt hittem, hogy ez megint nehezerni fog, de lehet, hogy ezek a side missionek. Jújúj, ez izére van kiködve, gyerekek. Aha, ez ide van kiködve. Ujj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 
Nyomunk egy quick save-et. Na, gond, hogy ezt valószínűleg nem tudom minden kitörni, mert abban a pillanatban baj van. De hát akkor esélyes, hogy az valahogy úgy kell indítani. Ott van egy... Ott van egy... Ott van egy... Ott van egy... Na, hát valahogy ezt kellene utoljára hagyni, én úgy érzem, mert akkor innen át lehetne gangolni oda, és akkor meg lenne ez a három, ugye? Az úgy jó. De ezzel mit csinálunk? Vagy pedig, ha ezzel indítok, és ezt kellene akkor utolsó előttinek inkább úgy mondom, jó, szerintem kész a terv, gyerekek. Kellene egy nagyon gyors autó, meg egy nagyon gyors hajó. És akkor meg is, kész is a tervünk. De tényleg egy rettentő gyors autó, és nagyon rettentő gyors hajó. És szerintem akkor így, Keeper így kitalálta. Nem kell olyan marha gyors autó, de azért valamennyire dinamikus legyen. Ez milyen autó itt? Nézzük meg ezt a picit. Ugye, van nekünk itt egy... Van nekünk itt egy... A házba. Ezzel az autóval el tudnék menni a következő hajóhoz. Nyomunk egy quick save-t. Itt meg kellene csinálni azt, hogy egyből ki tudjak itt ugrani erre az autóra. Az autóra, igen, az autóra. Ilyen bemegyünk. Csinálunk a helyet. Na, innen itt ezt kitépném. Akkor hol az autó? Várjatok, gyerekek.
Mindjárt, meg csinál magának a keeper egy helyet, hogy végig tudna rohanni. Ha kitépem, kifutok az a... És az autó... autóval... Jó, odébb állok egy picit. Jaj, ne! Betörtem, betörtem a hátulját már kapásba. Na mindegy, ide beleugrok az autóba. Az addig jó. Csak akkor kellene nekünk... egy gyors hajó, amivel ide érek. És ráadásul valahogy be kéne oda jutna minél gyorsabban. Ahhoz meg kellene nekem valamilyen eszköz. Mondjuk az a daru. Ugye? Vagy pedig egy olyan nagy gép, amire föl tudok mászni és föl tudok odaugrani. Az a gond, hogy most én itt az ajtókon rohangálok. Ez baró nagy időveszteség. Ide kellene állítanom valamit. Van-e itt valami nagyon magas jármű? Ez mi? Ó, ott a kamion, bazza. Ott a kamion. Ez szerintem jó lesz egyszer. Így bazza. Egynek jó lesz. Úgy gondolom. Tök durva, hogy egy csomó fajta jármű van, mármint ilyen. Egyik fajta kamion, másik fajta kamion. Jó. Hozok most még egy kisebb járművet. Nem, ide, és akkor úgy megpróbálok felugrálni rajta. Hát remélem, hogy működni fog. Több járműben azzal meg tudom csinálni. Itt van ez a sárgaság talán. Tök durva, hogy minden meg van csinálva. Annyira brutál. És minden egyének külön fizikája van, tök durva. Ja, ilyen plankeket tudnék egyébként rakni, most rájöttem, de spórolok vele, mert nagyon pénzt nem gyűjtök. Próbáljuk meg anélkül ezeket megoldani. Itt meg vissza kéne valahogy, úgy kell volna betolatnom, szóval. Nem nyerő a helyzet. És ebből látni, hogy mennyire tök jó a fizika, mert Olyan frankó lehet irányítani őket, hogy ez hihetetlen. Na gyerekek, nézzük. Oké. Okay. Neki meg is törhetném az oldalát. Oké. Okay. Oké. Okay. Óvatosan, hogy... ne nagy... ne nagyon cseszem szét a számítógépet. Oké. Okay. Ide beugrunk. Fölveszünk a számítógépet. Átugrunk, átmegyünk, leugrunk itt. Be a kocsiba. De akkor még kellene, onnan kell indulnunk, ugye? Kellene egy gyors hajó. Szerintem ez egy elég gyors hajó lesz. Aha, ez lesz a jó, gyerekek. Ó, ez jó lesz, gyerekek. És ide be kell vágódnunk izomból. Hát nem lesz egyszerű. Ezt megmondom. Várjál már! Ez mi? Azt nézem, hogy ez mi? Mi? Az tök. Ez egy hajón van rajt. Én azt hittem, ez egy épületben van. Ez egy hajón van rajt. Ami föl van függesztve, és ez működik ez a hajó? Nem gyerekek, ez a hajó viszont nem működik. Látod, így nem tudsz rányomni, hogy... Nem tud használni, szóval akkor mindenképp kell egy másik hajó. Azt hittem, hogy le tudnám minden szedni. De bemész a víz alá, tök durva ilyen effektük lesz. Betolhatunk. Egyből be tudjak ugrani a hajóba. Oké, az már biztos, hogy jó. Na, nyomunk egy mentést. És akkor megpróbáljuk az összeset egyszerre, jó?
Ó, te fiú, nem fordul, ez egy ilyen szarhajó. Itt csesztem el! Ne ugorj bele ebbe a hajóba, bazzá! Azt a betyár megcsináltam elsőre! Úristen, az összeset összeszedtük, gyerekek! Nem mondod! Mi a egy opcionális kimarad? De mi? Várjál már! Quick load, bazza. Mi maradt ki? Valamelyiket nem vettem le. Hát esküszöm, bazz, mi történik itt? Itt van ez. Opcionális egy. A két opcionális ez, meg ez, ugye? Bazza, ezt nem vettem le szerintem, hanem elindultam egyből a hajóval. Uh-huh. Jó, nem olyan nagy baj. Jó, oké, megpróbáljuk még egyszer. Saját hülyeségemnek köszönhető volt ez. Ó, hát ez meg főleg, hogy leesek bazaidnak. Csak nyugit, csak nyugodtan gyereket, semmilyen kapkodás. Jó. Nyugi, 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 bassza, nyugi! Meg volt ugye? Meg itt időt vesztettem, nem jó fele mentem. De várja! Jó, ezt elcsesztem. Azt nézem, hogy hol a szarban van ennek a izéje. Beugrottam a hajóba, komolyan ilyen hülyét, és nem tudtam volna amúgy a hajót fölvenni semmiképp. De hol van itt? Azzal nem vagyok tisztában, hogy adnak hol van a... amit el kell lopni belőle. Ezeket az ajtónyílásokat megcsinálhatnám nagyobbra. Akkor nem kéne keveregnem. Mit kell ellopni? Aha, ez nem volt az előtt meg. Egyébként ez nem akar forrulni az a rohadt hajó, ez nagyon problémás. Megcsináltuk, jó, most megvan az összes. Jó, megvan, hú, de jó. Nagyon jó volt, ez frankó volt. Azt a betyár, gyerekek. Tök hogy kifattanik az ember, annyira jól meg lehet tervezni is. Ugye ez csak egyetlen egy útvonal, amit én találok ki. Egy csomó fajtaképpen szerintem meg lehetne csinálni. De jó volt. Hogy mentünk az autóval? Kicsit ilyen sodródik ez a kocsi. Egyébként ez itt volt a nagyon szar, hogy ez a hajó ez nem fordul, ha megfigyeled, akkor jaj, nagyon-nagyon nehezen akar elfordulni. Le is kellett lassítanom, nagyon tökölős volt. De jó volt, imádom. Remélem, hogy lesz új helyszín, nagyon várom, hogy legyen új helyszín. Ugye itt ezt valahogy máshogy is megcsináltam volna, hogy be át tudjak egyből menni a hajóra valahogy. Hát elbontottam volna a hajót, vagy bármi. Meg ez is hülyén volt megoldva, mert itt leugrok, oda hátra kellett mennem, meg meg kellett kerülnem. Úgyhogy nem volt tökéletes, lehetett volna sokkal jobban, de nem volt annyira rossz, úgy érzem. Na, ez frankó. Oké, be vagyunk megint a tévébe, megcsináltuk Maxra, ennek viszont nagyon örülök. Víztorony? Na, mit kell csinálni? Biztos bontani kell. El kell bontani azt a víztornyot? De mi? The tower.
És ez megint voltunk már itt. Itt volt a heavy lifting is, igen, amit nem csináltam meg nyílre, látod? El kell gondolom, mondom a szemben, akik tonic tower, short, nimov. A felső szintjét ennek a víztoronynak, vagy ennek a toronynak elkezd tüntetni elvileg a felső szintjét. Na még nem hiszem, hogy olyan bonyolult lesz. Ez miért olyan, miért, micsoda? Miért tűnik ez olyan nehéznek? És nincs izé, csak primary van. Csak primary target van, gyerekek. Ez nagyon érdekes. Na azt, ott van a víztorony. Hát mi a franc? Ez miért ilyen könnyű? Ja, tudom, miért lesz ez olyan nehéz, bazze. Hát, hogy a francba tüntetem el? Túl magas. Hát ez nem lesz egyszerű, ugye? Attól függ, ugye milyen járművek van, vagy annak itt egyáltalán járművek. Most nézzünk meg felülről. Nem fog fölérni egy jármű se, úgyhogy itt valahogy máshogy kell megoldanod. Ez úgy érdekes. Itt van egy gát. Tudja, hogy ezt fel kell majd robbantani valamikor, vagy valamit kell vele csinálni. Figyeljetek, a túloldalon van a... túloldalon van ott, van ilyen jármű. Azt majd ennyi áthozom. Itt vannak palackok, úgyhogy lehet, hogy ezzel kell. Hát az nem biztos, hogy olyan egyszerű lesz. Lehet, hogy kellett volna hoznom saját robbanóanyagot is ide. Lehet, hogy össze kell szednem majd egy csomó robbanóanyagot. Transzból van minden belárva mindig, gyerek. Ja, voxelnek hívják. Írtátok, hogy ez nem pixel, hanem voxel. Hoppá. Ja, megnézzük. Ez szerintem marhára nem ér ottáig fel. Ez egy kicsit ilyen érdekes lesz. Ja, hát ezt cseszhetem. Ez a maximum annyit tudok elérni, hogy be tudok menni. Ugye, mindjárt kibontjuk. Csináltam rá ajtót. Nézzük, hogy miből élünk, gyerekek. Mit kell elbontani. Ez fölött... hol van a csík? Mi fölötti rész? Mindegy, mindegy, mert... az a baj, ezt ugye nem tudjuk szétverni. Meg kéne néznünk. Ahogy. Aha, az fölötti részt. Yeah. Hú, gyerekek, most ez meg vagyok lőve, hogy ezt hogy fogom megoldani. Hújúj! Mert láttam, hogy egy-két palackot lent, de hát az lehet, hogy kevés lesz. Shotgun lőszerem mennyi van? 12. Ezek újra termelődnek, ezek a dolgok? Mindig Firebomb 6. Ott láttam lenni zét. Tortályokat. Csak azokat ide felhozni, az nem lesz egyszerű, gyerekek. Hogy ne üssük neki. Na, hát van shotgun lőszerem. Ja, hogy az nem igen hat. Hoppa! Nem kell felrobbannunk, mondjuk. Jól figyeljünk. Hány darab van ebben? 6 darab. Innen biztos nem tudom addig eldobni, úgyhogy föl kell hordanom a tetőre. Várja, arról a tetőről lenne jó. Ahol ez az épület van, ide be lehet menni? Ide be is lehet menni? Várja. Ennek a tetejére valahogy nem lehet följutni, nem nagyon basszus. Itt is voltak... aha, van itt is robbanóanyag. Várj, ez a plank kellene megoldanom? Hát nem tudom ezt, hogy kell leraknom. Ez érdekes. Nem is akarja lerakni. Ez nem tudom, hogy működik ez a plank. Hogy fölgyújtsam? Azt nem tudom, hogy fölgyújtani, ugye?
De bazza, most én ezeket fölvinni ott azon az lépcsőn, hát biztos vagyok benne, hogy föl fog... Ja, ezeket úgy föl fogom robbantani, gyerekek, hogy nem hiszitek el. Ezek nagyon robbanékonyak. Jó. Hát jó, van, próbáljuk meg egyet fölvinni. Maximum berobban az egész, azt nézegethetek. Jaj. Ez nagyon-nagyon hosszú ideig is tart. Ez nagyon is baj van. Itt ezt így körbe robbogatni. Nem tudom, srácok, ez nekem valahogy... Ezt föl sem tudom gyújtani, mert nem éghető. Ó, jaj. Nincs egy semmi megoldás erre, nem tudok semmit kitalálni. Ezt az egy lehetőséget, hogy itt ezeket hordom föl ide, azt robbangatok. Mária? Ó, nem éri el. Jól leesik. Hát szerintem ez nem ez a megoldás lenne. Figyeljetek is, az egész... Várjátok, hogy nyomjunk egy restart mission. Az egészet lebontom, az hogy fájna nekik. Hát ide jövök, az ledarálom az egészet, vagy csak a tetejét kell. Hát az a lényeg, hogy túl magas, annyi, olyan alacsonyra kell megcsinálnom. Szerintem ez ilyen, én túl gondolom itt a dolgok, a gyerekek. Ez mi? Bomba. Ha nem hiszem, de van bomba. 10 bomba. Ó, te fiú, hát mit csináltál? Hát de hülye vagy keeper. És ezt hogy le kell rakni? Oda rakni? Ezt tapasztalnom kell, vagy valami? Ez mondjuk várjál, ki kell próbálnom. Aha. Ajaj. Igen, hát akkor ez ennyi. Basszus. Várjál, restart mission. Áááá! Megint túlbonyolította a keeper, bazd, megcsinálta majdnem a bombák nélkül. Ott voltak a bombák. Hát akkor megírta volna, bazd, hogy nem írja. Írja? Over. A felső részét érted, de azt nem úgy... Ugye mentem mellette, mondjuk itt mellette átmentem rajta. Jó, mindegy. Verjük neki. Ha verjük neki a kalácsba. Azt szokta mindig mondani a izé. Nem akar csúnyát mondani, hogy verjük a kalácsba. Jó, várja, de ide föl kéne jutnom. Valahogyan. Itt nem tudok felugrálni, hiszen van itt izé. Ugye rakok ide egy hordót. Szerintem az lehet pakolgatni. Egyébként tudjátok, mivel játszanék szívesen? Lehet, hogy emiatt a játék miatt jött rám ez a dolog. De ezt tök szívesen Minecraftoznék, elmondom nektek. Na várjál ez, hogy... Jó. Oké. Figyeljetek, be is mehetnék, nem? Hát mondjuk lehet, hogy nem lenne egészséges. A lényeg addig le kell gyalulnom. Ajá, kalapácsom van. Egyes gomb. Itt maradt ilyen vas, ez idegesíti a keepert. Pálybomb, bomb. Jó. Semmi gond, ura vagyok a helyzetnek, gyerekek. Elvileg meghalni meg nem tudunk szerintem. Na mondjuk ez a piros szín, ez nem túl baráti, lehet, hogy nem tesz jót nekünk ezek a robbanások. Nem tudom, elmegyünk ide. Most
egy a baj, hogy ez a tetőszerkezet rám fog omlani, ugye? Jól gondolom, szerintem. Ajaj. De várj, nem gyulladtunk ki? Valami tüzel, gyerekek. Ég a lépcsőház, more! Ami lehet, hogy nem valami jó baráti dolog. Mert ugye nagyobb tűzre tűzjelző beindul, és akkor arra alarm lesz. Okay. Jó, már csak akkor ezt fogja ezek a részek. Oké, gyerekek, oké. De mindjárt robbantunk egyet. Egy kicsit távolabb kéne helyezkedni egyébként robbanás után, vagy robbanáskor. Oké, és már csak itt az ablak rész, ez. Ez lehet, hogy fájni fog. Hoppá, csak az a baj, hogy... Ja. Ja, az a gond, hogy ez így nem esett le. Oh my god! Ez itt maradt te! Ajaj. Hogy le... Várjál, ezt kimozdítom azt a sarkot. Aztán talán lefordul. Ipp, az a gyerekek. Ajaj. Hát ez egyébként nagyon durván néz ki. Hogy így levegőbe van. Na mi van, miért nem ugrasz olyan nagyot? Nem tudsz? Fölállítsa? Nem van, fölállítom a kerülni. Egyébként nem tudom mozgatni, vagy így... Így a dolgokat így nagyon nem lehet forgatni, hanem maximum annyit tudsz csinálni, hogy ott, ahol megfogod, annál fogva lóg. Lóg a dolog. Arra gondoltam, hogy ott azt a sarkot kellene megbizergálnom. És az a baj, hogy nagyon nem tudsz. Nagyon közel kell menni, hogy ott bombát rakhass. Úgy. Azt tartja ott, ez a sarok tartja. Vagyunk, be kéne mennem. Egy bombám van már csak. Na. Ja, viszont leégett a lépcső. Ja, nekem. Ez a sarok tartja. Ide rakunk egy bombát, azt talán. Á, nem jó, még itt is tartja. Na jó, figyeljetek, restart mission. Ez nem is olyan egyszerű. Lehet, hogy azt kellene csinálnom. Fú, ezt statikailag ki kell gondolni, gyerekek. Nem tudom egyébként. Nem tudom, hogyha az egészet ledöntöm-e, az nem feladat neki, mert akkor meg figyelj, mindjárt megoldom. Nem tudom, tényleg nem tudom, hogy mi lenne a jó megoldás. Tényleg egyáltalán nem tudom. Ugye ez például ezt engedi a jó játék. Hoppá, letörtem volna itt. Másik gépről. Majd mindjárt szétpiszkálom az alját, gyerekek, aztán megnézzük, hogyha ledöntjük az alsó részt. Hú, figyeljetek! Pokolgép! Nagy ötletem. Jóó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 
Merrill. Nem sok vizet zavart, nem? Jó, annyit csináltam, fölgyújtottam a dolgokat. Szerintem a Verbra az érdekes volna túlélte. Kicsit füstöl. Okay. Nem tudom. Próbáljuk meg a bombával körülvetni. Megpróbálom az egészet összeomlasztani. Még esélyes, hogy nem tudom menni, nem könnyen. Úgy lehet, hogy meg tudunk halni. Kinézem én ebből a játékból. Még három bomba. Nagyon meg kéne nézni, hogy hol rakjuk. Elvileg valahol itt ezt fogja. Nem
hát ez nem jó. Nem hiszem el, ez ilyen azt hittem, hogy ez olyan könnyű küldetés, azt mégsem. Hát komolyan, tényleg belehajtok mindjárt azzal a rohadt géppel. Meg menjünk ki, jaj, ne, a móló alatt vagyok. És tég alatt. Mi tartja végig ezt az épületet egyáltalán? Ezt nem is értem. Az a fal. Azt mondják a lépcső, mert megőrülve. Gyerekek, mi tartja ezt? Aha, megvan. Ajaj. Az a cső, baze, a cső! Most cső tartja, figyelitek! Az a vascső tartja. Nem érek fel addig. Nem mondod, hogy hogyan tarthatja az? Várja, itt az oszlopját kicsapom. Neki megyek ennek. Ó, te fiú, nem találod el! Menj már neki! Az az! Az az! Demolition complete! Gyerekek, ennyit kell csinálni! Hallod, ez a bazd, vért izzottam ez a küldetéssel. Pedig aztán ez volt, arra gondoltam, hogy ez olyan nagyon könnyű. Ezt egyébként ezeket a plankeket... Jó, az Eddie ide rakta, ennyi. Ennyi? Egy ilyen fakocka? Ne vadítsál meg! Jó, lebontottuk a tornyot, ez az egy a dolgot kellett volna megcsinálni. Mondjuk 4 perc alatt meg volt. Hát igen, eldöntöttem. És ég a tűz a belsejébe, de nem számít. Mikor lesz új? Ma, mert egy kicsit érdekes, hogy mindig ugyanoda mászkálsz vissza, és ez valamilyen szinten nekem kiábrándító. Na. És megint, bazen, megint ugyanaz a küldetés. Fine arts. És el kell lopni ezeket, festményeket konkrétan. Gyerekek, én nem vagyok kébékülve ezzel, nagyon nem. Hogy ennyi helyszín van? Nincs új helyszín? Nem is lesz új helyszín? Eddig annak örültem, hogy van egy ilyen nagy térkép, biztos, hogy csomó mindent fogunk belecsinálni. Erre meg mit látok, gyerekek? Ugyanazon a pár helyszínen mész végig. Csak más küldetéseket az folyamatosan. Figyeljetek, az a lámpa meg be van gyógyul. Ja nem, hogy mi van azzal a lámpával, bazza? Figyeled? Nézzük már meg a kocsikat. Itt van a versenypálya, mennék egy kört. Ez mi? Van lift? Beszarsz, nem mondom. De durva. Hol tudok kivenni ebből a nyomorult liftből? Egyébként megvan csinálva nagyon. Fatogatott kukor... Hogy mi ez? Az, de... Ah! Nincs rá idővel kezdi. Itt van egy festmény. Igen, ezeket a festményeket kéne ugye ellopni. Itt is meg kéne tervezni, hogy hogyan, miképp, hogy akarsz végigmenni. De... Kicsit szomorkás hangulatom, amiatt, mert... Elég ilyen... Egy kapta a versenypályát meg akartam nézni, meg akarom nézni az autókat, gyerekek. Van versenypálya. Sőt, még ilyen sátor is van. És ott is van egy festmény. Nézzünk már valami verdát. Menjünk egy kört a versenypályán. Ott viszont van egy valami sportkocsi, nem? Mindjárt várjál. Nyomunk egy driftet. Hoppá! Jaj! Mindjárt. Láttam egy jó verdát. Tök kíváncsi vagyok, hogy ezek az autók ezeknek külön fizikájuk van-e? Vagy ilyen nagyon, nagyon speciál fizikájuk van-e? Sportkocsi!
Versenyautó, nem sportkocsi, gyerekek, ezek versenyautók. Júj, ez nagyon ugrik. Ez nagyon kakas, gyerekek, nagyon kakas. Nem tudom kivenni a bejáratom, hogy jó. Már le is törtem a szárnyat, pedig direkt nem akartam ezt összetörni. Ó, de hogy van. Hú, ez nagyon megy ám. Nagyon kakas a verga. Gyöppöt rúgjuk vele. Hoppa. Ez így megfogott minket, na. Ez egy picit. Na, nincs egy lámpánk sem. Hoppa. A betonfal is sérült. Jó van, széjjel hullott. Még itt volt pár autó, ezeket gyorsabb megsassantom. Van egy kombi is, nem mondod. Meg van egy izé, van egy ilyen amerikai Cadillac. Meg van valami kombi. Na hát ez nem nagyon megy. Viszont olyanság nehéz, mint az állat. Ez még úgy lenne érdekes, hogy megcsinálták volna a motorteret, meg mindent. Na ide még be akarta bézni. Itt ugye volt egy kerék nélküli autó alatt. Most nincs. Na jó van, gyerekek. Szerintem egyébként ezt a küldetésnek nem állok neki. Megmondom őszintén, egy kicsit csalódott vagyok. Mármint, hogy tök tetszett a játék végig. Az ott mi van? Ott is van egy... Itt is van egy festmény, azt a betyát. És ott van, hogy az eső Irving Pedersztertől. Jó. Egyébként mennyi izé van? Ja, itt csak izé vannak, elérhető targetek. Tehát ezt nem is muszáj megcsinálni erre. Ha hol a kivezetés? Mi van, hogyha nem csináljuk meg? Most ez várjál már. És mi, ez azt írja, hogy elérhető targetek. Nem azt írja, hogy primary, vagy primary, vagy secondary. Hanem csak annyit ír, hogy elérhető targetek hol vannak. Az mi a szor? A generátor. És érted, mi van akkor, hogyha én azt mondom, hogy megyek haza? Nem. Az összes targetet meg kell szerezned, de itt nem azt írja, hanem elérhet őket. Egyet akarok megszerezni, szóval megnézem, hogy akkor mi van, hogyan. Mondjuk, elvegyünk oda, és autóval átjövünk, jó? Az van a legközelebb. Mondjuk autóval nem kell itt eljönni. Tehát gyalog is szerintem kiélek. Azt csináljuk, hogy egyet ellopunk, és kíváncsi vagyok, hogy mi történik akkor. És ez mi ez? Más autók vannak most? Nem, ugyanaz. De ezt nem láttam az előbb. Ez egy Jeep. Na. Ezt nézzük meg, mi történik, hogyha így kimegyek én innen. Ja nem, ott van, hogy opcionális, meg ott van, hogy amiket meg kell csinálni, látod? Nem tudom, hogy akkor mit láttam, látod? De akkor mi, nem tudod előre, hogy melyik az opcionális? Mert nem írja, nem mutatja, látod? Hanem csak akkor az, hogy hoppá, megszereztél egyet, ügyes voltál. Látod? Úgyhogy ezt még egy kis kell tapasztalnod, az a durva. Akkor viszont van egy... ilyen mixer. Jó, gyerekek, szerintem elbúcsúzok, hát ebben nem akarok már belefolyni, ez úgy látom, ez még összetettebb. Én nem tudom, írjátok meg, hogy van-e még küldetés, mert egy kicsit csalódott vagyok, komolyan mondom. Na, jók legyetek, sziasztok!